Szilaj, a kismányoké a kedvelt pónilóval is csak csodálkozva figyelte, mi ez a sürgős forgás Zsivaj a polgármesteri hivatal udvarán. Idevalósiak és szomszédból érkezők töltötték meg a teret, és vásárfiát is vihettek a kézművesek termékeiből. A tündérkertbe érkezők jelentős része ezúttal népviseletbe öltözve érkezett, és mindezt be is mutatta a kíváncsiaknak, fűszerezve a népcsoportjára jellemző tánc lépéseivel. A látogatók között volt Pap Lajosné Anna néni, aki 99 évét meghazudtolóan énekelte el egy 12 éves ifjú pár nélkül maradásának történetét. Semmit 12 éves feles nem voltam, igyenesen házasodni indultam. 12 lány kitettem a számomra, mind a 12-nél volt jobban. Az elsőnál kicsiny voltam, s az volt baj, másodiknak szőke voltam, s az volt baj. Hát a mai megfogalmazás szerint így pattintották le a tüzes legényt a lányok. Illés Tiborné a tündérkert ötletének kivitelezője arról mesélt, a népviselet napjához kapcsolódva méltóan tudnak ünnepelni. A körülöttünk lévő tájegységek viseleteit, zenéit és táncait megmutassuk, hogy mennyire különbözők vagyunk itt egymás mellett, akár sárköz, akár német táncok, német viseletek, és nagyon-nagyon örültem annak, hogy azok, akik bemutatták, nagyon kedvesen, helyesen, az otthonról hozott emlékeket is beleszőve mutatták be ezt az egész viseletet, vagy hát a viseleteket. Az volt a célunk, hogy megmutatjuk mindazokat a viseleteket, ami fellelhető, ami nekünk van, amit az emberek szívesen felhúznak, amit a táncházba szívesen hordanak, amivel egy fesztiválon fellépnek. Ez volt a célunk. A tündérkert piac már valamennyire ismert a völgységben, de további lehetőségeket hordoz arra, hogy minél többen ide látogassanak. Hogy kismányokon két nemzetiség van, ugye most már többségben vannak a székek, de ugye valamikor ezt a svábok alapították, ezt a települést, és hát azért itt bemutathatja minden népcsoport a kultúráját, táncait, énekeit, és egy közösség formáló szerepe van talán egy ilyen rendezvénynek. Úgy látom, hogy hál' Istennek, akiket megszólítottunk, mind eljöttek, és van igény erre a fajta kultúrára is, nem csak a kommersz, és nem akarok rossz szót használni, mondjuk a gagyira, és úgy látom, hogy jól érzik magukat az emberek, és ebből hagyományt szeretnénk teremteni. Én úgy gondolom, hogy a tündérkert piac már közszájon forog, tehát elég jól már be tudják határolni, hogy tündérkert piac, akkor kismányok. Ha népviseletet is hozzátesszük, mert vannak, akik azért ismernek bennünket annyira, hogy tudják, hogy a bukovinai kultúrát már milyen régóta, évtizedek óta éljük, és mindent megteszünk azért, hogy a következő generáció is ebbe belenőjön, és vegye át tőlünk mindazokat az értékeket, és itt most a zenei a viselet, és nagyon igyekszünk arra, hogy a viseletünk is korhű legyen, tehát hogy ne csusszunk bele keveredésbe a viseletekkel. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény és a látott viseletek mindenkiben jó érzést fognak hagyni, vagy aki csak a tévén keresztül nézi, akkor esetleg azt mondja, hogy ide legközelebb is eljövök.